Sziasztok, kedves barátaim! Január 17-én Ekádasi. Már beszéltem a holdnak a hatásáról, beszéltem arról, hogy mi történik a szervezetbe, beszéltem, hogy a tudatra hogyan hat a hold, és miért kell bőtölni, és miért kedvező. Közben van egy mellékhatása is, hogy amikor ember bőtöl, akkor az energia, ami menne az étel emésztésére, felszabadul, és hogyha ezt az energiát az ember fordítja a lelki fejlődésre, akkor hatalmas nagy eredményeket éri el. Egyik írásban azt írják, hogy ha az ember a teli holdkor ad valakinek adományt, akkor ember ezerszeres eredményt fog kapni. Hogyha valaki ekádasi napon adja adományt, akkor végtelenségig meg fog sokszorosodni az eredménye. És most még szerettem egy pár mondatot mondani a tudat állapotról. Nagyon fontos szerepet játszik, hogy hogyan bőtölünk, milyen tudat állapotban. Bhaktivinoda Thakur, egyik nagy szent, azt mondja, ekádasi, ez a lelki szeretetnek az anyukája. Hogyha valaki megfelelően tartja a bőtöt és megfelelő tudatban, akkor eléri Isten irányi szeretetet, lelki szeretetet, ami minden boldogságnak a forrása. Nagyon fontos ezen a napon a saját energiát jó cselekvésre, jó tettekre irányítani. Egyik ez a szentírások olvasása, mantrázása, meditáció, imádkozás. Rendkívül fontos ezen a napon erre szánni az időt, több időt. Ugyanakkor nagyon fontos ezen a napon gyakorolni alázatosságot. A bőtölés alázatos tudat állapotba kell csinálni. Meg kell próbáljunk, hogy legyünk együttérzők és érzékenyek a másokra, aki körülöttük van, figyelmesek rájuk, törődni másokkal. Minden egyes élőlényt kell tisztelni, és ne várjunk el tiszteletet maguk irányt. Próbáljuk meg akkor ezen a napon ebbe a tudatállapotban gyakorolni, és meglátjátok, hogy mennyire különleges napjunk lesz, és mennyire különleges lesz a másnapok, amikor ki fogunk lépni az ekádasiból, főleg, hogyha minden ekádasit ebbe az alázatos tudatállapotba, lelki meditációba végzünk, akkor a teli hold és az új hold, ami egyébként negatív hatással tud lenni az emberre, pozitív hatással lesz. A bőt megtörés január 18-án lesz. 7 óra 24 perc és 10 óra 24 perc között. Köszönöm szépen, lájkoljatok a videót, iratkozzatok fel a csatornára, írjátok a kommenteket és a kérdéseket az ekádasival kapcsolatban, és írjátok az élményeket, hogy hogyan telt a ti bőtötök, és köszönöm szépen mindenkinek, aki szokott megosztani kommentekbe a saját élményeket, tapasztalatokat a bőtölésről, vagy azt is írja, hogy ma kezdem, ma először fogok bőtölni. Ez is nagyon jó, köszönöm szépen, mindenki legyen boldog, Hare Krishna!